Az ország egyik legnagyobb napelemparkját helyeznék el Tapolca városától északra. A 160 hektárosra tervezett napelempark jelentős mértékben megváltoztatná a tapolcai medence tájképét. Ez akkora terület, hogy akár 224 focipálya, vagy a Városliget másfélszerese is elférne rajta. Bár a tapolcai önkormányzat két lakossági fórumot is tartott az ügyben, a megjelentek nem kaptak minden kérdésükre pontos választ. Például nem tudták meg, hogy a napelemek pontosan milyen közel lesznek a lakóházaikhoz. De arra sem kaptak választ, hogy a napelempark látványa milyen módon változtatja meg a tapolcai medence látképét. Mindent szeretnénk itt helybe csinálni, tehát létrehozunk egy tapolcai üzemeltető céget, aki ezt a két darab erőművet fogja üzemeltetni, vagy hármat, vagy többet. Ugye Tapolcához kapcsolódik már egyre több ilyen erőművi projekt, tehát lesz mit csinálni a Tapolcán. Ha nulla pont nem tud elindulni, tehát nem tudjuk a hivatalos engedélyeztetési folyamatot elkezdeni, ami még mindig nem kötelezi a várost a beruházásra, és még mindig a beruházó kockázata ennek az előfinanszírozása. Ezek a folyamatok nem indulnak el, a vége az lesz, hogy nem lesz erőmű, vagy nagyon késve lesz erőmű. A beruházás megálmodói szerint konkrét tervek még valóban nincsenek. A tervezés akkor indulhat meg, ha Tapolca városa elköteleződik a projekt mellett. A város polgármestere úgy véli, ez a napelempark még javíthat is a környezet állapotán. Az üzemeltetők beszámoltak arról, hogy egy problémájuk adódott, amire ők nem számítottak, hogy mivel a mezőgazdasági művelésből kivonták ezt a területet, és a vadászatból kivonták ezt a területet, a védett ragadozó madarak száma megtöbbszöröződött, hiszen a zsákmányoló szolgáló kis rágcsálók sokkal jobban érzik magukat ezen a területen, ez kezdve a mezei nyúltól egészen a kis, nem tudom, mezei egérig, vagy mezei pocokig, és a ragadozó madaraknak a végterméke az beszennyezi a táblát, és a természetes tisztulás, tehát az eső, az kevés. Tehát ez 160 hektárnyi területről hova fognak elmenni az állatok? Bejönnek a városba, hiszen egyre több a lekerített terület. Én nagyon tartok tőle, hogy ez itt egy környezeti katasztrófa lesz itt ezekre az északi területekre. A beruházó cég ígérete ellenére nem adott nekünk videós interjút. Annyit mondtak el, hogy elkezdték a tervezést. Szerintük a lakosok nem panaszkodtak a méretre, de hajlandók velük egyeztetni. A cég számos kisebb szolárparkot épített már országszerte, de azt elismerte, hogy ekkora területen még sosem építkezett. Mikor megkérdeztük, hogy honnan lesz ehhez közel 50 milliárd forintja, azt felelték, hogy ez üzleti titok. Megkerestük az illetékes szakértő szervezeteket is. De a Balatonfelvidéki Nemzeti Park hallgat. A Napelem Szövetség pedig először reagált a kérdéseinkre, utána azonban visszavonta a válaszát. Dobó Zoltán polgármester az átlátszó kérdésére azt válaszolta, hogy népszavazástól sem zárkózik el az ügyben. Ha indokolt, ha szeretnék, szerintem nyugodtan lehet erről népszavazást is kezdeményezni. Én támogatnék egy ilyen kezdeményezést.